Gondolatműhely, így nevezik a hallgatók a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumot, ahová idén minden eddiginél több egyetemista jelentkezett. A bentlakásos intézményt 2016-ban azzal a céllal alapították, hogy művelt fiatalokat adjon a felvidéki magyarságnak. Úgy osztanám be az órát, hogy először ismételnék meg. Magyar nyelvű íráskészség kurzus a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumban. Az óra nem csak a humán szakos hallgatóknak szól, azon közgazdászok, orvostanhallgatók szintén részt vesznek. A cél, hogy a tudományos tevékenységre készülő hallgatók a szlovákiai magyar közegben minél eredményesebbek legyenek. Mivel már negyedik éve szlovákul tanulok, én a magyar szinten suliban alig használom, úgyhogy jó így visszatérni magyarok közé, meg magyarul szintén tanulni egy kicsit. Az egyetemistáknak hasonlóan hasznára van a retorika és a vita kurzus is, hiszen megtanulják, hogyan álljanak ki és beszéljenek több ember előtt magyarul. Ugyanakkor az úgynevezett szlovákiai magyar történelemmel is megismerkednek. Magába foglalja a közösségnek a történelmét, azt, hogy hogyan kerültünk ide, a jelenlegi demográfiánkat, kisebbségi helyzetet, ugyanúgy a jogi jelenlegi állásunkat és hasonlókat. Ez szerintem egy nagyon fontos rálátást ad a jelenkor kérdéseire számunkra. A szakkollégiumban az idei a 7. akadémiai év csak nem 30 hallgatóval. Az elmúlt időszakban az egyetemisták megismerték az intézmény küldetését, és mára ennek birtokában tudatosan választják a szakkollégiumi képzést. Egyszerre bentlakás és egyszerre képzéseket is nyújt, illetve önmagában egyfajta közösségépítő szerepe is van, hiszen a legtehetségesebb, legigyekvőbb, legaktívabb diákokat igyekszik összeszedni és megtartani egy ilyen viszonylag kis közösségben, és ezek a diákok aztán ennek köszönhetően is az, hogy itt vannak éveken keresztül, itt szocializálódnak, olyan kapcsolati tőkére tehetnek szert, amit egyrészt a saját javukra, másrészt a közösség javára is tudják fordítani a következő évtizedekben. A modell Magyarországon évtizedek óta működik, ezért a szakkollégium a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával valósul meg Szlovákiában. Létrejöttének célja kezdetektől az volt, hogy művelt fiatalokat adjon a felvidéki magyarságnak, akik tanulmányaik befejezése után a szülőföldön való boldogulást részesítik előnyben. A legfontosabb számunkra, hogy magyarul képezzük őket, magyar mindennapokat élnek itt meg Pozsonyban, és reményeink szerint visszatérnek majd abba a községbe, városba, ahonnan jöttek, de ha nem is oda, itt maradnak a felvidéken, és ez a legfontosabb, mert így a szülőföldjüket, nemzeti közösségüket fogják gyarapítani és fejleszteni továbbra is. A belvárosi intézménybe bárki jelentkezhet, aki magyar anyanyelvű és Pozsonyban végzi az egyetemet. A szakkollégium vezetője szerint a kapacitásuk bővítése szempontjából az a cél, hogy minden évben több diákot tudjanak felvenni, és a kollégium évfolyamonként akár 50 hallgatóval is működhessen.